Arról már jó ideje hallani, hogy a kormány hozzányúl a társadalombiztosítási szabályokhoz. A törvény szerint júliusban lép de az a változás, amely szerint aki nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékát, annak három havi tartozás után már kiszámlázzák az ellátást. A napokban megyújtott törvényjavaslat szerint azonban ezt a türelmi időt fél évre tolnák ki, így három hónappal több időt kapnának az érintettek arra, hogy rendezzék jogviszonyukat. A probléma inkább a felnőtt és szakorvosoknál bukhat majd ki, hiszen még a 18 év alattiak és az azt követően nappali tagozaton tanulók automatikusan biztosítottak, a felnőttek sokszor nem is tudják, hogy nincs rendezve a jogviszonyuk. Az alapellátó orvos ezt minden vizsgálat során leellenőrzi, ha minden rendben van a beteg tb azt a rendszer zöld színnel jelzi, pirosan pedig azt, ha ugyanaz illető biztosított, de pillanatnyilag valami probléma van a jogviszonnyal. A barna szint nem szeretné senki sem látni, ez ugyanis azt jelenti, hogy a járulék nincs fizetve, így ez a páciens érvénytelenített ajszáma miatt nem is látható el csak térítés ellenében. Ennek a formája meg módja nem olyan egyszerű, ugye, mert ugye akut ellátást eleve kötelező, sürgőségi ellátás mind orvosi hát ugye, eskü alapján kötelező, és biztos, hogy ezt finoman meg kell oldani, mert attól tartok, hogy az alapellátásra és a járóbeteg ellátásra fog hárulni az a kellemetlen feladat, ami valójában egy állami feladat, vagy munkáltatói feladat, hogy fizessék be. Ugyanakkor meg azt is értem a, a, az őgalkotás részéről, hogy nem lehetnek utasok ebben a rendszerbe, hisz nagyon kevés a társadalombiztosítás pénze. Jelenleg a minimum 7.710 forint, ez az az összeg, amit be kell fizetnie annak, aki nem nappali tagozaton tanul és nincs is munkaviszonya. A d egyébként jövőre nőni fog a júliusi infláció mértékében. Aki dolgozik, ez nem érinti, ő ugyanis a jövedelemhez mértem fizeti a járulékot. Vannak ugyanakkor olyan szolgáltatások, amelyek ingyenes igénybevételére nem jogosult a beteg. Ilyen például a jogosítványhoz szükséges egészségügyi vizsgálat, vagy más hatósági elővizsgálatok. Ezeknek ugyanakkor nincs egységes alapdíjszabásuk, noha új helyi doktor szerint ezt is szükséges lenne szabályozni. Én nagyon örülnék neki, hogyha ezt is közé tennék, mert ugye nagy meglep, tehát ne legyen a beteg számára, ez végtelenül kellemetlen, mert ugye ismerjük, hogy a magánszolgáltatóknak a szórása igencsak nagy, hogy mennyit kérnek, ugyanesen különösen a fővárosban vagy tehetősebb területeken, és ebbe a szegényebb területen, mint ahol mi élünk, a keleti régióba, még ha biztosít, nincs is biztosítva az illető, de előre tudja, hogy most akkor mi fog neki fájni, mennyibe fog fájni, akkor erre fölkészül. Tehát én azt látnám koreknek, hogy ha érvénybe lép, vagy ez a hat hónap alatt, ez kidolgoznák, hogy akkor egy alapvizsgálat ennyi, egy kiegészítő vizsgálat ennyi, de nem lehet több ennyinél. A szakember szerint így kezelhetőbbé válna a rendszer, és még mindig olcsóbb lenne az ellátás a betegnek, mintha elmenne egy magánorvoshoz. Újhely János a júliustól hatályos változás kapcsán azt még hozzátette, egyetért a türelmédő tervezett kitolásával. Minden szolgáltatót és beteget fel kell ugyanis világosítani a részletekről, aki érintett lehet, ehhez pedig időre van szükség. Az interneten addig is bárki könnyen le tudja ellenőrizni érvényese a TB jogviszonya, amire a munkáltatónál is érdemes lehet rákérdezni. Hogy a törvény végrehajtásának a gyakorlatban hogyan kellene majd működnie, arra még nem született szabályozás, de a főorvos szerint emberségesen kell majd az érintett doktoroknak eljárniuk.